Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szedlacsik Miklósnak hívnak. Szokásos a mai esténk, két részből áll. Lesz közt egy szünet. Akik újak, azok a második részen is részt tudnak venni. Tegeződve szoktam tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára. Sőt, itt nálunk mindenki tegezi egymást kortól nemtől függetlenül. Ha lenne egy tízes skála, és azon értékelni kellene azt, hogy mennyire vagy elégedett azzal, amifelé jelenleg a világ halad, illetve a mi világunk halad, akkor ez az elégedettségi skálán vajon a jelenlegi világunk haladása az hanyast töltene bele be egy tízes skálán? Hát egyes a legrosszabb, tízes a legjobb. Tehát ugye magamról egy-két gondolat. 87 óta kezdtem el emberekkel foglalkozni, 91-től szervezek csapatot, embereket, azóta van saját szervezésű csapatom, 91 óta. 93 óta tanítok, vezetek embereket, 93-tól van saját cégem, 87-től vállalkozásom volt, tehát saját cégem, 14 cég alapításban vettem részt személyesen, több pénzintézetet alapítottam a múltban, olyan pénzintézetet is alapítottam, amely piacvezető lett. A működésem során ugye amikor az embereket vezettem, 4 különböző területen értünk el piacvezetői pozíciót a vezetésem által. Tehát 4 különböző piacvezetői pozíció. Jelenleg is, amit csinálunk, amivel foglalkozunk, ami a tevékenységünk piacvezető. A 4 piacvezetői pozícióból, ugye ez a negyedik, egy másik 2-t olyan mértékben sikerült elérni, a piacvezetői pozíciót, hogy az egyiket befejeztük 2000-ben, a másikat befejeztük 2007-ben, és mégis mindig, mind a kettőben piacvezetők vagyunk, úgyhogy azóta nem csináljuk. Pedig azok a területek továbbra is működnek. Tehát, és ez mind, hála a Jóistennek, az én vezetésem alatt történt. Tehát ez azt jelenti, hogy abból indulj ki, hogy ezáltal nem biztos, hogy egy akárki vagyok. De átlag emberként indultam. A szüleim nem vették részt a privatizációban, én sem. Nem voltunk jó helyen, jókor, hogy mondjuk kiprivatizáljunk mondjuk egy gyárat. Tehát mondhatnám azt, hogy átlag emberként indultam, a szüleim szintén. Talán annyi volt a különbség, hogy 13 éves koromban ők elkezdtek vállalkozni. És ezáltal én úgy gondoltam, hogy én nem alkalmazott leszek, majd ha nagy leszek, vagy ha felnövök, hanem én is vállalkozó. Hát ugye a szüleim azok nem egyéni vállalkozók voltak, hanem társas vállalkozók. Ezért ugye az én fejembe is az fordult meg, hogy majd a jövőben, hát hogyha lehetőségem nyílik, akkor társas vállalkozást működtessek. Hát ugye ehhez kellett 13 év munka, hogy oda jussak, hogy társas vállalkozásom legyen. Ugye a társas vállalkozás az a cégforma. És ezt most azért mondtam el, hogy
Hát a, mivel hallottál ilyet az imént, hogy pénzügyi cégeket alapítottam, és abból piacvezető is lett egy bizonyos pénzügyi cég, pont azért kellett ezekből kiszállnom annak idején, mondhatjuk azt, hogy hála jó Istennek, hogy kiszálltam, mert túl nagyok lettünk, és ez nem tetszett bizonyos köröknek itt Magyarországon. És akkor elrendezték, hogy, nekem ne kelljen azt tovább vezetnem. Nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy, mivel pénzügyi területtel foglalkoztam, ezért ugye a gazdasági dolgokra rálátásom volt, arra, hogy mi várható a jövőben gazdasági és demográfiai szempontból. Ugye az demográfia az a lakosság alakulása, ugye ez ezt jelenti, hogy ugye demográfia az, hogy az életkorokban hogyan határozódik meg majd a különböző életkorok, és ugye ezzel nekem már foglalkoznom kellett a 90-es években, tehát foglalkoznom kellett azzal, hogy mi várható a jövőben, hiszen olyan céggel foglalkoztam, amely a jövőről gondoskodott, tehát az emberek jövőjéről, önkéntes nyugdíjpénztári formában gondoskodott. Ma is léteznek önkéntes nyugdíjpénztárok Magyarországon, a magánnyugdíjpénztároknál volt az a, Einstand, ugye az a, hogy az állam rátette a kezét a, magánnyugdíjpénztári vagyonokra, nem azzal foglalkoztam, hanem önkéntes nyugdíjpénztárakkal, és abban lettünk akkor a legnagyobbak. Ezt most mondom, csak azért mondom el, hogy tisztában legyünk azzal, hogy a gazdasági területen az átlagnál sokkal jobb vagyok. Oké, pénzügyi területen, tehát hogy alakul majd a pénz, a gazdaság, ebben azóta is én úgy gondolom, hogy toppon vagyok, hiszen ez a terület még mindig érdekel, annak ellenére, hogy már nem foglalkozom vele, de tájékoztatom magamat azokról a dolgokról, ami, van és ami várható. Na most, ami akkor a 90-es években megjósolható volt, hogy mi lesz majd 20-30 év múlva, az most pont az van. Oké? Tehát pont az van. És erről én már 90-es évek második felétől, tehát olyan 95-től beszéltem azokról a dolgokról, amik most vannak gazdasági szempontokból. Nem a Covidról, meg ilyenekről, hanem arról, hogy milyen gazdasági, súlyos gazdasági problémák lesznek a jövőre nézve. És ez a súlyos gazdasági problémák, ezek képzeljétek el, már majdnem 30 évvel ezelőtt láthatóak voltak, hogy majd lesznek. Tehát pontosan ki lehetett számolni, hogy mennyien fognak százalékosan nyugdíjba vonulni, mennyien lesznek azok, akik dolgoznak, ilyennek kellett foglalkoznunk, ezt úgy hívják demográfia. Mennyien lesznek azok, dolgoznak, hogy tudják majd eltartani a dolgozók, a nem dolgozókat. Nem csak itt Magyarországról volt erről itt ebben a témában szó, hanem az összes olyan országról, amely a második világháborúban érintett. Mert a második világháborúban érintett gazdaságokban volt egy népességrobbanás nemzedéke a második világháborút követően. Ez a népességrobbanás nemzedékének a szaporulata megállt a 50-es évek végére, a 60-as évek elejére, és ezért már a 90-es években nagyon jól ki lehetett számolni, hogy milyen problémát fog okozni majd 20-30 év múlva a népességrobbanás nemzedékének a problematikája. Tehát azoknak az embereknek a problematikája, akik a 40-es évek második felében, illetve az 50-es években születtek.
és ez a probléma létrejött. Tehát minden jelenlegi gazdasági problémának, ami a bolygón van, ez a gyökere. Ha valaki azt gondolja, hogy ez hazugság, akkor az hülye, arra azt tudom mondani. Oké? Akkor az nem ért se a demográfiához, se ahhoz, hogy hogyan működik a gazdaság. Oké? Szóval lényeg az, hogy ez a probléma, a gazdasági probléma, ami most van, és ami nem fog helyrejönni. Tehát ez a baj, hogy nem fog helyrejönni. Oké? Ez tehát előre látható volt, és akkor elmondta, tehát akkor már foglalkoztunk ezzel, tanultunk, beszéltünk róla a 90-es években, hogy senki nem tud rá megoldást. A bolygón egy fia ember nincs, aki megoldást tudna erre a demográfiai problémára. És akkor ezt a demográfiai problémát úgy próbálják megoldani kétféle módon. Próbálják kitolni a nyugdíjkorhatárt, vagy úgy akarják megoldani, hogy minél hamarabb meghaljanak az idős emberek. Oké? Tehát ez a két megoldás van. Milyen idős emberek? Hát mondjuk a 60 évet betöltöttek. Jó? És ez a gazdasági probléma, ami várható volt, és ami a jelenben van, ami elindult 2020 év elejétől, ugye igazából mikor is volt? Február, nem? Vagy március? Ja, március. Márciustól, 2020 márciustól, ott tévedtem, hogy mikor fog ez bekövetkezni 3 hetet. Előbb következett be 3 héttel, mint ahogy én jósoltam. Oké? De mikor jósoltam? 2017-től. Érted? És ahhoz képest tévedtem 3 hetet, mondom, előbb jött. Szóval lényeg az, hogy már 2017-től, képzeljétek el, mivel nem volt megoldásuk a hatalomban lévőknek, ezért fedezetlen pénzeket pumpáltak be a gazdaságba, hogy a gazdaságot életben tartsák még, ameddig lehetett. És meddig lehetett? 2020 év elejéig lehetett ezt megoldani. Tehát azt kellene átlátnotok, hogy egy kis számítást végzel, hogy annyi adó és járulék nem jön be egy országban, amennyi nyugdíjat kifizetnek. Tehát gyakorlatilag minden fejlett ország hitelből van finanszírozva. Ezért minden fejlett ország, beleértve magunkat is természetesen, tehát az összes ország fejlett, amely a második világháborúban érintett volt, csak úgy mondanám. Sőt, a második világháborúban érintett országok a legfejlettebbek, beleértve még Svédországot is természetesen, meg melyik nem volt még benne, hát azon kívül, Svájcot is beleértve természetesen. Norvégia benne volt a háborúban, hogy ne? Az a második világháborúban érintett volt. Szóval őket is beleértve. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag a fejlett országok az egyre inkább, ahogy öregedik ki a lakosság, mert ugye az életkor tolódik ki, és öregedik a lakosság, tehát egyre kevesebb fiatal születik, tehát gyerek születik, és egyre több az idős ember, ezért tolódik ki az átlag életkor, tehát az az életkor, ami a lakosság átlag életkora. Tehát nem a halálozás átlagáról beszélek, hanem a lakosság átlag életkora.
a lakosság átlag életkora évről évre nő. Oké? Ezekben az országokban. Tehát mindenütt évről évre nő. Tehát ezek közül az országok közül, beértve Japánt is, egyetlen egy ország nincs, ahol az átlag életkor évről évre ne nőne. Világos ez? Ez azt jelenti, hogy minél jobban tolódik ki az átlag életkora az országoknak, a lakosságaiknak, annál nagyobb a baj. Mert annál több a kifizetés, és annál kevesebb a bevétel. A bevétel, az állami bevételek legfőbb forrása mindenütt az adók és a járulékok. Ha vannak járulékok, ha csak a járulékokat nem alakították át már adóvá, mint például Magyarországon. Tehát lényeg az, hogy ez egy olyan problématika, amire nincs megoldás. Nincs, és nem is lesz. Nem tudnak megoldást. Mondom, két megoldás van. El kell érni, hogy minél hamarabb meghaljanak az öregek. Vagy nem mi nekünk kell elérni nyilván, hanem az államnak. Vagy minél jobban ki kell tolni a nyugdíjkorhatárt, hogy ne kell nyugdíjat fizetni. Tehát itt a legnagyobb probléma a nyugdíjak kifizetésével van. Érted? Tehát a nyugdíjasok joggal, tehát valamilyen szinten joggal mondják azt, hogy ők megdolgoztak a nyugdíjukért. Érted? Közben állami szempontból sajnos nem dolgoztak meg. Miért? Mert az állam nem fektette be azt a pénzt, amit az emberek a nyugdíjba befektettek. Illetve befizettek. Jó, ezt úgy hívják egyébként az állami nyugdíjakat mindenütt, hogy felosztó, kirovó rendszer. Mindenütt. Az azt jelenti, hogy ami befolyik adóban, azt a következő hónapban kifizetik nyugdíjként. Érted? Vagy egyéb más dologban. De elsősorban nyugdíjként. Mondom, hogy csinálsz egy számítást. Tehát játszanak a számokkal az államok, jó, ha tudod. Tehát a tényleges dolgozó, a tényleges adófizető az közel nem annyi, mint amennyi nyugdíjas van. Eleve ott kezdődik, hogy az állami dolgozók nem adófizetők. Mert azt az állam fizeti, tehát az kiveszi az egyik zsebéből, és berakja a másik zsebébe. Tehát egyetlen egy dolgozó az a kb. 600 ezer ember, aki az állami szférában dolgozik, az egy sem adófizető, mert az állam fizet nekik, magyarul az állam kiszedi a saját zsebéből, és az adót berakja a saját zsebébe. Tehát az nem adófizetés. Az az adófizetés, a tényleges adófizetés, amikor más személyek, tehát vállalkozások, nem állami vállalkozások, hanem magánvállalkozások fizetik be az adót az állam zsebébe, és abból fogja és kifizeti a kötelezettségeit. Világos ez? Tehát ha levesszük azokat az embereket, akik állami alkalmazottak, levesszük a burkolt munkanélkülieket, kik a burkolt munkanélküliek? Mondjátok, hogy hívják? Nem a segéllyel lévők. Akiket úgy hívják, hogy közmunkás, így van. Több százezer közmunkást Magyarországon, érted? Ezeket levesszük, akkor rájössz arra rögtön, hogy jóval kevesebb a tényleges adófizető, mint a nyugdíjas. És ha megnézed, hogy mennyi a jövedelme egy átlagembernek, annak megnézed az adóvonzatát, megnézed, hogy mennyi az átlag nyugdíj, akkor rájössz arra, hogy egy ember, tehát hogyha egyálba lenne az adófizetők és a nyugdíjasok, az adó nincs annyi, mint amennyi a nyugdíj. Tehát az átlag adó per fő nincs annyi, mint az átlag nyugdíj. És ez tudod, mit jelent? Ez azt jelenti,
hogy ne legyenek ezekben az államokban csődök, érted? Ezért fedezetlen pénzeket nyomnak be a gazdaságba. Érted? Aminek nincs fedezete. És ez olyan mértékű inflációt gerjeszt, amit látunk. És ez az infláció, ami most van, nem Magyarországon, az EU-ban, meg Amerikában, meg Japánban, az csak a kezdet. Oké? Tehát ez lesz az általános inflációs ráta körülbelül, ez a 20% éves szinten. A fedezetlen pénzek miatt. Oké? 20%. Tehát ez tudod mit jelent? Akkora az infláció, amekkora a költségvetési hiány. Oké? Az országokban a költségvetési hiányok és az infláció az körülbelül azonos. Mindig. Minél nagyobb a költségvetési hiány, tehát minél, mit jelent a költségvetési hiány? Az azt jelenti, hogy több a kiadás, mint a bevétel. Az állami kiadás. Tehát több az állami kiadás, mint az állami bevétel. Ezért miből van fedezve? Hitelből. Oké? És ez azt jelenti, hogy gondoljátok végig, hogy vannak olyan országok, ahol még kisebb az infláció, mert még kisebb volt a költségvetési hiány. Oké? De náluk is előjön a költségvetési hiány növekedése. Keményen. És minél nagyobb a költségvetési hiány, annál nagyobb az infláció. Világos ez? És ebből nincs kiút. Tudod, mi a kiút? Ugye a csőd az nem lehet kiút. Az a kiút, hogy gyakorlatilag az államnak több bevételre van szüksége, vagy kevesebb kiadásra van szüksége. Egyik se jó. Ha több bevételre van szüksége, akkor több adót kell szedni a dolgozóktól. Ha több kiadást akar, vagy kevesebb kiadást akar létrehozni, akkor pedig a nyugdíjat, a szociális juttatásokat, egészség, stb. Csökkenteni kell. Na most mivel? Tehát erre van megoldás, hogy kell csökkenteni ezeket. El kell inflálni a pénzt, és már is kevesebb a kiadás. Érted? Gondold végig. Mondjuk, ne hagyj Isten, egyik évről a másikra. Tehát mit tudom én, mondjuk az állam, csak most mondok egy példát, mondjuk 16 ezer milliárd forintot kifizet, mert körülbelül ennyi a költségvetés éves szinten, 16 ezer milliárdot kifizet mondjuk bármire, érted? És akkor azt mondják, hogy jó, akkor érjen felét a pénz, az azt jelenti, hogy következő évben már csak 8 ezer milliárdot fizet ki értékben. Világos ez? Tudjátok, mikor beszéltem erről, hogy hogy lehet megoldani azt a dolgot, hogy az állam kifizessen mindent, csak az értéke ne az legyen. Körülbelül 20 évvel ezelőtt beszéltem már erről először. Érted? És most ide jutottunk. Ide jutottunk, hogyha az állam finanszírozni akarja, egy az egybe ugyanúgy, tehát nem akar neked nyugdíjat csökkenteni, akkor az lesz a nyugdíjcsökkentés, hogy inflálni kell a pénzt. És az a nyugdíjcsökkentés. Oké? Tehát, hogy ők mit találnak ki, azt én nem tudom, de hogy lesz megoldásuk, mert volt megoldásuk, ha megnézed, a megoldás volt a gazdasági problémákra a Covid. Tök jó rá lehetett fogni a gazdasági problémákra a Covidot. Csak az a baj, hogy a Covid még rátett két lapáttal a gazdasági problémákra. Érted? Tehát
egyetlen egy kormány sem fogja a világon bevallani, hogy bocs, hogy ezt mondom, elbasztuk. Nem fogja. Vagy az elődeink csinálták ugyanezt. Nem fogja. Érted? Szóval, ezért mit csinálnak? Kitalálnak valami alibiket. Hát a gazdasági problémára a Covid az alibi. Nem az, hogy nem a, ez a felosztó kirobó rendszer hibája, nem ez a hibás, mert ugye akkor az visszavezethető az államra. Nem az a probléma, hogy ők nem fektették be a pénzt, hanem mindig elköltötték, nem ez a probléma. Érted? Hanem az a probléma, hogy Covid volt. Érted? Szóval nem csak ez a probléma, nem csak az államok eladósodása a probléma, hanem a nyugdíjra takarékoskodás is egy óriási probléma volt, lett. Nem Magyarországon, ez nyugaton. Tehát, hogy átlássuk, miért? A nyugdíjra takarékoskodás az miért jelentett problémát? Mert nem az egyének maguk csinálták, hanem rábízták nyugdíjalapokra. Amit nálunk nyugdíjpénztáraknak hívtak. De annak ugye kétféle formája van, önkéntes nyugdíjpénztárak és magánnyugdíjpénztárak. Vagy önkéntes nyugdíjalapok, külföldön így hívják, vagy magánnyugdíjalapok. Tehát a nyugati nyugdíjrendszer az háromlábú. Ami azt jelenti, hogy van állami nyugdíj, van önkéntes nyugdíjpénztári nyugdíjalapi befektetés, és van magánnyugdíjalapi befektetés. Az önkéntest azt mindenki fizeti, ha akarja, fizeti, ha nem, az nem kötelező, viszont kötelező a vállalatoknak nyugaton levonni a dolgozó nyugdíjára. Oké? És persze az államnak is be kell fizetni a nyugdíjalapba, de hát ugye abból a kirovó felosztó rendszer jön létre, és nem olyan, hogy befektetik. Tehát ami befektetés a világon, az a nyugdíjalapok olyan befektetés, ami önkéntes és céges alapon történik. Tehát a céges az itt is volt a magán nyugdíjpénztárakkal. Világos, hogy a cég fizetett. Tehát a cégek fizettek ugyanúgy, mint nyugaton, az államnak, hogy fizessen majd nyugdíjat, fizettek a magánnyugdíjpénztárakba, és ha dolgozni akart, akkor fizettek önkéntes nyugdíjpénztárakba is. Vagy a dolgozó saját maga. Szóval ez nyilván mind a három forma, ez kedvezményezett nyugaton, ez Magyarországon is így volt, addig még meg nem szüntették részben az egészet. Szóval nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy ez egy nagy probléma. Képzeljétek el, hogy az emberek előtakarékoskodtak, meg a vállalatok előtakarékoskodtak a dolgozók nyugdíjára. Mert tudod, milyen irdatlan pénz gyűlt össze? Tehát a nyugdíjalapokban a világon több pénz van, mint a bankokba és a biztosítókba együtt. Érted? Képzeljétek el, már a 90-es években több pénz volt a nyugdíjalapokba, mint a bankokba és a biztosítókba együtt. Azóta a nyugdíjalapok azáltal, hogy rendszeres havi befizetés folyik be, és azért gondold végig, mit tudom én, mondjuk egy dolgozó, egy nyugati dolgozó, aki keres mondjuk 1 millió forintot, annak mondjuk a magánnyugdíj alapjában megy havi szinten 100 ezer forint. Most gondold végig, ha ilyen értékű összeg 40 éven keresztül befizetésre kerül, az milyen brutál összeg. Számold annak a kamatos kamatját. Irdatlan összegek. Na, és akkor nézzük tovább. Mivel ezzel is foglalkoztam, ezzel is tisztában vagyok, hogy a nyugdíjalapok a vagyonuk nagy részét tőzsdére fektették be, illetve ingatlanba. Az első krak az 2008-ban ütött be, amikor a nyugdíj alapokból elkezdték kiszedni az emberek a pénzüket.
És ezért volt az amerikai ingatlanválság, ami begyűrűzött a Földön mindenhova. Csak hogy tisztában legyünk ezzel a dologgal. Tehát úgy működnek a befektetések, minden befektető szervezet, hogy be van fektetve a lóvé. És ha egyszerre túl sokan akarják kivenni a pénzt, akkor azt nem tudják kifizetni. Nem azért, mert nincs meg a vagyon, csak nem lehet pénzé tenni a vagyont. Világos ez? Miért? Mert nem lehet olyan gyorsan eladni, mert a kutya se vesz meg. Olyan mértékben, ha meg megvesz, akkor le kell vinni az árakat, és akkor a befektetés bukta. Világos ez? Tehát magyarul buktak egy csomót a befektetése. Hát ez volt 2008-ban. És az, ez van azóta is. Csak akkor kibukott a dolog. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy mivel kevés az újonnan munkába induló, sokkal kevesebb, mint aki elmegy nyugdíjba, ezáltal a nyugdíjalapokból a kifizetés az sokkal több, mint a beáramlás. És ezt nem tudják megcsinálni csak úgy, hogyha olcsóbban adják el a befektetett értékeket, mint amennyit ért. Érted? Vagy érhetett volna, hogyha nem kell sok embernek egyszerre kifizetni. Ezért például olyanokat csináltak, hogy világos legyen, hogy például mit tudom, a nyugdíjalapok azt ígérték, hogy kifizetik majd egy összegben a megtakarított összeget, ezért törvényt módosítottak. Ismerős? Nálunk is szokott törvénymódosítás lenni. És azt mondták, hogy innentől kezdve nem egy összegben fizetjük ki a megtakarítást, ha valaki elmegy nyugdíjba, hanem havi járadékba. Érted? Tehát magyarul nem azt teljesíti a nyugdíjalap, mint amit vállalt anno annak idején. És természetesen ugye ezek a nyugdíj alapi befizetések azok örökölhetőek, természetesen. Tehát hogyha meghal, akkor már nincs járadékban kifizetés, hanem akkor az örököseknek egy összegbe ki kell fizetni. Ez mindenütt így van a világon. Szóval járadékban akkor lehet fizetni, ha valaki él. Szóval nagy gubanc van ezen a területen, brutál gubanc, és megoldás, hát megfogják a fejüket, és nincs. Nincs megoldás. Megoldás, ami most van, gazdasági válság. Ez a megoldás. Tehát ha ezt gondolja valaki, hogy ez a gazdasági válság véges lesz, persze véges lesz akkor, amikor kifut a népesség robbanás nemzedékének problematikája. Na arra meg azért még lehet várni. Tehát ezért ugye mit kell csinálniuk az államoknak? Föl kell gyorsítani az elhalálozást. Hogy lehet felgyorsítani? Hát azzal, hogy nincs olyan orvosi ellátás, az embereknek nincs pénzük arra, hogy az anyagi céljaikat megvásárolják. Azt gondold végig, hogy az ember úgy működik, hogyha elfogy az anyagi célja, meghal. A legtöbb ember, aki anyagi célra rendelkezik, és elfogy az anyagi célja, meghal. Mert az ember addig él, ameddig van célja. Világos voltam? És a legtöbb embernek itt a nyugati világban az anyagi célon kívül nincs más célja. És akkor most egy anyagi ember mondhatná, de hát az anyagi célon kívül az embernek még milyen célja lehetne? Képzeld el, én tudok. Erre varjál gombot. Nem is egy ilyen célt. Például, mi van a célok közül a saját személyes fejlődéseddel? Csak úgy kérdezném. Az nem cél véletlenül, vagy nem kellene, hogy cél legyen?
a saját személyes fejlődésed? Milyen fejlődés? Még azt se tudod, milyen fejlődés. Hát az, hogy az életedben könnyebben boldogulj minden területen. Az életed összes területén. Ha jön egy probléma, akkor ne nyüglődj, hanem azt mond, van tudásom, megoldom. Érted? Vagy azt látod, hogy a környezetben, hogyha valaki kap egy problémát, akkor dörzsöli a tenyerét, hogy jaj, de jó, megoldom. Nem. Hanem mit látsz? Nyüglődnek. Tehát van egy csomó olyan dolog, mindjárt meglátjátok, ami lehetne cél egy embernek. Csak ezt nem tanulták az emberek. Az emberek azt tanulták, hogy kizárólag anyagi célok vannak. És ha ezt jobban megvizsgáljuk, akkor még az is anyagi cél, hogy legyen egy párja. Mert az párja is anyag. Nem? Vagy nem? Véletlenül. Véletlenül az nem anyag? Csak úgy kérdezném. Te a tested az nem anyagból van? Csak úgy kérdezném, úgy véletlenül. Nem virtuális. Hát nem virtuális tested van, igen. Ja? Vagy nézzük meg. A gyerek is cél. Hát de basszus, kucs, ugyanolyan anyag, mint a párod. Az sem virtuális. Nem virtuális babát akarsz, nem? Hanem élő, kézzelfoghatót, és minden, ami kézzelfogható, meg ami nem kézzelfogható, mert fogd már meg a levegőt. Ezt hiába akarod megfogni, nem tudod, pedig az is anyag, a levegő, csak éppen halmaz állapota más. Érted? Tehát az emberek azt tanulták, hogy legyen céljuk, anyagi céljuk, ezt látták a szülőknél, legyen céljuk, anyagi céljuk. Tényleg így most megismerlek ott hátul, hogy itt hogy már valahol arra felé ültél. Igen. Szóval a lényeg az, hogy anyagi cél, és ha eltűnik az anyagi cél, mert ezt tanulták, ezt szokták, ehhez szoktak hozzá, akkor a legtöbb ember bizony, ha nem vált, meg fog halni. Mert a céltalan ember, ez földobja a talpát. És hogy most miben dobja föl a talpát, az is mindegy, nem? Az már részletkérdés. Na nézzük meg akkor, hogy ne csak hallani tudjatok dolgokat, hanem látni is, jó? Mit is csinálunk? Vannak rendszeresen egyedülálló, bolygószinten egyedülálló képzéseink. Azért, hogy fejlődhessenek az emberek. Az életük nem egy területén, nem kettőn, hanem az összesen. Oké? Ami csak létezik terület. Ha bármivel találkozol az életedben, akkor az ne legyen akadály. Érted? Tehát mi nem olyanok vagyunk, akik kinéztek egy területet, és akkor azt gondolja a sok ember, hogy ha azt az egy területet megoldom, azzal mindent megoldok. Jó? Mindjárt visszatérünk majd ide, csak most mutatok neked valamit. Itt a 10 terület. Jó? Tehát nekünk, embereknek nem egy életterületünk van, hanem 10. Érted? 10. Tehát fontos, hogy ezekkel mind jól tudjunk bánni. Kivétel nélkül. Oké? Hála Istennek, amiatt, amit csináltam az életemben, kaptam képességeket. Nem előtte, hanem azóta. Olyan különleges képességeket,
ami bolygó szinten mondjuk ebben a csokorban, amit megkaptam képességeket, ez totál egyedülálló. Bolygó szinten. És ezeket a képességeket használom. Tehát használom. Például olyan képesség, hogy mit tudom én, megfogalmazódik előadás közben egy kérdés benned, és akkor valamilyen módon ezt úgy érzékelem, hogy nekem arról kell beszélni, pont ami kérdés megfogalmazódott benned. Vagy olyan képesség, hogy mit tudom én, előadás közben olyan dolgokat tudok tanácsként adni, vagy képzés részeként nyújtani, ami számomra is új. De úgy új, hogy előtte még nem beszéltem róla sose. Érted? Vagy olyan képesség, hogy meg tudom kérdezni azt, hogy, és meg tudom kapni rá a választ, hogy mondjuk mi volt veled a múltban, vagy mi volt mondjuk egy néppel a múltban, vagy mi lesz veled a jövőben, vagy mi lesz a néppel a jövőben. Érted ilyeneket? Vagy föl tudok tenni olyan kérdést, amire megkapom a választ, hogy mit tudom én nem tudom a választ, te fölteszel egy kérdést, mert ezzel a válasszal nem találkoztam, és akkor mondjuk pár percen belül megkapom a választ. De ezt kaptam, ezeket a képességeket, vagy például olyan képesség, hogy mit tudom én, tanulmányozok egy anyagot, mindegy, hogy videó vagy írásos anyag, és ha érthetetlen, tehát az emberek, a nagy tömegek számára érthetetlen a kifejezés módja, nem a nyelv, a kifejezés mód, akkor én át tudom fordítani érthetővé. Érted? Vagy például megint maradok ennél, hogy tanulmányozok egy dolgot, mondjuk egy videót vagy egy írásos anyagot, és akkor közben megkapom azokat a válaszokat, hogy ez igaz, ez meg hazugság. Érted? És akkor haladok az anyagban, és kapom a válaszokat, hogy ez hazugság, ez meg igaz. Akkor ugye van olyan képesség, hogy ha valamit meg akarok beszélni olyan, lehet, hogy furcsa lesz, amit mondok, sokkal magasabb rendű, felsőbb rendű lényel, valamit meg akarok beszélni, akkor még akár párbeszéd formájában is meg tudom beszélni. Érted? Tehát rendes párbeszéd formájában. Tehát olyan dolgok, ami, hát ami nem igazán szoktak emberek rendelkezni. Jó, de ezeket a képességeket mind kaptam. Ez nem volt, ezt kaptam. Érted? És főleg tudod, mikor kaptam? A legtöbbet itt ebben a 14 évben, az utóbbi 14 évben. Szóval lényeg az, hogy van például olyan képességem is, hogy ha valaki akadályoz minket, akkor ne tudjon akadályozni. Nekem még nem is kell tudnom azt, hogy valaki akadályozni akar. És akkor elrendezik azt, hogy ne tudjon akadályozni. Jó? Ha tudom, akkor ebből a szempontból hasonló helyzet. Akkor elrendezik, hogy ne akadályozzon minket. Jó? Tehát lényeg az, hogy elég érdekes dolgok ezek. De hát ez van. Szóval,
Itt van 10 terület. Egyetértesz azzal, hogy ezzel a 10 területtel mindenkinek kéne boldogulni? És ugye én most megnézed ezeket a képességeket, amit itt a képességekről beszéltem, ezt innen kaptam. Tehát ez a terület talán nem annyira lebecsülendő. Oké? Tehát ha valaki ezt a területet azt mondja, jó, hát ezek fontosak, de ez a tizedik, ez kit érdekel? Hát csupán csak annyi, hogy az összes imént említett képességeimet innen kaptam, jó? Ennyi. Tehát talán akkor nem kellene lebecsülni ezt a tizedik területet, jó? Senkinek. És talán lehet, hogy hinni kéne benne, nem? Ebbe is. Nem csak a többiben, mert az ugye kézzelfogható, hát önmagad az kézzelfogható vagy, párod is kézzelfogható, nem? A szüleid is, a gyereked is, a mások, más emberek is kézzelfoghatók, a pénzed is kézzelfogható, a munkád is kézzelfogható, a környezeted is kézzelfogható, a hatóságok is kézzelfoghatók, bár csak ne legyen hatóságok kézzelfoghatóak, érted? Azért, mert ez nem kézzelfogható, nem hiszel benne. Erre régen hogy példáloztam? A levegő se kézzelfogható, mégis létezik, nem? Tudod miért? Mert tanultad, nem? Ha nem tanultad volna, akkor most nem tudnád, hogy van, létezik olyan, hogy levegő, hanem természetes dolog lenne, hogy lélegzel, érted? Hát az se kézzelfogható, próbáld már megfogni a levegőt, vagy akár a szelet, a légmozgást, ugye a légmozgással érzékelhető a levegő, de hát azt is próbáld már megfogni, nem tudod? Tehát van egy csomó dolog, ami nem kézzel fogható. Ugye vannak ilyen mendemondák, hogy mit tudom, lapos a föld, akkor mit tudom, az égbolt az oda van kivetítve, meg ilyen hülyeségek, érted? Hát ha nem tanultál volna ezekről a dolgokról, akkor simán el lehetne, hogy higgyed, nem? Akkor simán elhinnéd. Tényleg lehet, hogy csak kivetített, meg lehet, hogy lapos is a föld, nem? Oké, tehát azért vélekedsz bizonyos dolgokról, mert azt tanultad meg. Ugye volt egy olyan dal annak idején a Bergenditől, hogy sajból van a hold. A kutyák azt hiszik, mert meglátják, és akkor... vonyítanak rá, persze nem azért, mert sajtból van. Jó, tehát lényeg az, hogy itt van ez a 10 terület, egyetértetek azzal, hogy erre szükség van? Csak hogy tisztáztuk a tizediket is. Tehát figyelj, ha akarsz képességeket, legyél kiváló ember, ne átlag, az átlag ember nem kap képességeket, legyél kiváló. Ilyen egyszerű. Oké? Tehát először legyél az átlagból jó, utána meg legyél kiváló. Sajnos a bolygón kevés a kiváló ember. Kevés. És mi a kiválóság alapja? Megnézzük. Hopp, már túl is haladtam. Itt van. Ez a kiválóság alapja. Etika. Oké? Tehát, hogy egy ember mennyire etikus? Tehát és az etikának vannak ilyen dolgai, hogy vajon nem teszel olyan dolgokat, amit bezzeg te nem szeretnéd, hogyha veled tennének? Hát mert ha nem teszel, akkor ebben a tekintetben etikusnak vagy mondható. Vagy teszel olyat, amit bezzeg szeretnéd, hogyha veled tennének? Hm? Mindent megteszel olyat, amit bezzeg te szeretnéd, ha veled tennének? Vagy
Nem teszel esetleg olyat, ami a többség érdeke ellen van? Ha nem teszel, akkor te etikus vagy. Ebben a tekintetben. Vagy például megteszed azt, amit egy többség érdeke kívánna? Ha nem teszed meg, akkor nincs etikusságról szó. Vagy teszel-e olyan dolgot, amivel saját magadnak ártasz? Mert akkor saját magaddal szembeni etikátlanság lép fel. Oké? És akkor még vannak egyéb feltételek természetesen, most elmondtam a legfontosabbakat. Oké? Hát ha ebből csak öt szempontból megnézed az embereket, akkor egy csomó hiányosságot látsz az embereknél. Egy csomó. Tehát azt látod, hogy valami hiányzik, vagy valamik hiányoznak. Tehát a kiválóság azt jelenti, hogy egyre jobban műveled az etikusságot. Érted? Ha bolygón minden ember etikusan működne, akkor itt szeretett korszak lenne. Bizonyám. Akkor szeretett korban élnénk. És akkor visszamenve gyorsan ide, hogy mit is csinálunk, jó? Rendszeresen egyedülálló képzéseket tartunk azért, hogy fejlődhessenek az emberek egy sokkal jobb világ eléréséért. Tehát egy sokkal jobb világ eléréséért. Mit jelent a sokkal jobb világ? Az azt jelenti, hogy kizsákmányolásmentes például. Érted? Ahol nem zsákmányolják ki, nem nyomják el az embereket. És akkor nézzük tovább, csak hogy haladjunk. Elég tudást adunk az ember és az élet működéséről, hogy azon a 10 területen boldogulj. Hozzásegítjük a tanuló partnerinket a szeretethez, az egészséghez, az elismeréshez, a szabadsághoz, és az elég pénzhez. Tehát, hogy legyen elég pénzed is, hogy esetleges anyagi célokat is meg tud valósítani. A tanulók lehetőséget kapnak arra, hogy ajánlják a Nyílt Akadémiánál nálunk tanulást. Tehát ott az elején láttad, hogy a Nyílt Akadémia az a mi szervezetünk. És azon keresztül tanulnak az emberek. A Hunortrade ZRT, tehát egy részvénytársaság van az egész mögött, meg egy KFT, de főleg a részvénytársaság, által felkínált kiváló és egyedülálló PPH láncépítő üzleted. A láncépítő üzlet azt jelenti, hogy időrendi sorrendben egymás alá kerülnek az emberek. Tehát feletted, te most, aki itt hallgatsz engem, te a láncnak egy szeme vagy. Fölötted vannak láncban emberek, és alattad vannak láncban emberek. Ha még nincsenek, mert annyira új vagy, hogy most regisztráltál, akkor hamarosan lesznek. Ugyanis mindenki, aki hoz regisztráltat és tanulót, az láncban az utolsó láncszemként jön be időrendi sorrendbe. És ezáltal a lánc mélyül, illetve egyre hosszabb és hosszabb. Világos ez? Tehát úgy képzeljétek ezt el, hogy föntről van lógatva a lánc. Világos ez? És az új tanuló, vagy az új regisztrált, az a lánc szem legalja, illetve a lánc utolsó szeme ott lent. Oké? De nem sokáig utolsó szeme, jön egy másik ember, az meg már alá kerül. Világos ez? És ennek révén szabaddá válhatsz, azaz oda mehetsz, ahova akarsz, akkor, amikor akarsz, azzal, akivel akarsz, és addig maradhatsz, ameddig akarsz. Miért? Nagyon egyszerű. Mert hogyha te elkezdesz másoknak ajánlani azt, hogy itt tanuljon, akkor mindenki, aki a láncban alattad van, és tandíjat fizet, annak a jutalékából részesülsz. Tehát a tandíjából, jutalékából részesülsz. Márpedig ez a jutalék, az 25-től 77,6%-ig terjed. Oké?
illetve 5%-tól 53%-ig, igen, köszönöm szépen. Csak azért, mert ezek az összegek időnként a felső határoz nő. Jó, tehát ez azt jelenti, hogy ez egy üzlet is egyben, ami nem kötelező, minden tanulónak lehetősége, tehát a tanulóinknak lehetősége, hogy PPH üzletet építsenek. Jó, tehát itt van PPH üzlet. A PPH, ugye ott láttad az első oldalon, Problem Prevention Holding. Tehát holding-szerű a működésünk. Az azt jelenti, hogy bárki építhet üzletet. Üzletet. Na most én azt láttam gyerekkoromban, hogy a szüleimnek üzletük van. De most ne olyan üzletre, ne egy boltra gondolj, nekik nem boltjuk volt. Tehát a bolt is egy üzleti forma. Minden, ami vállalkozás, cég, igen, belül működik, vagy alapítványon, akármi, az egy üzlet. Érted? Tehát az azt jelenti, hogy ne alkalmazott legyél, hanem üzlettulajdonos. Érted? A saját üzletednek a tulajdonosa. Tehát ma a legtöbb ember a nyugati világban alkalmazottként éli az életét. És alkalmazottként van a legtöbb elvonás. Az alkalmazottként marad neked a legkevesebb pénzed. Ha üzlet, saját üzletednek a tulajdonosa vagy, akkor sokkal kedvezőbb adó besorolásba kerülsz. Sokkal. És sokkal kevesebb adót fizetsz az állam felé, ezáltal több lehet a jövedelmed. Arról nem is beszélve, hogy itt van. Havi 30 óra képzésünk van, ember és életjobbító coach képzésünk van, igénybe vehetett személyesen a helyszínen, vagy élőben az interneten keresztül, tévén vagy rádión, illetve videó vagy hangfelvétel formájában, továbbá le is töltheted. A coach képzésünk havi piaci értéke 200 ezer forint. Amennyiben most kezded el a képzéseket, ugye a coach, ráadásul még egy szakma is, itt egy szakmát kapsz a kezedbe. De szó szerint, értsd. Amennyiben most kezded el a képzésedet, most olyan akcióban vehetsz részt, ahol nem csak egy nagyon kedvező 19.700 forintos első havi indulási költséged lesz a 30 órás képzésért, azt visszaosztott 660-valahány forint, hanem a második hónaptól egy nagyon kedvező további havi tandíjat kalkuláltunk ki neked, tehát vállaljuk az akciós további havi tandíjat, tehát a 12.500 forintot, ami, hogyha megnézed, 420 forint, 420-valahány forint óránként. Hol kapsz 420-valahány forint térképzést? Hol kapsz mondjuk az első hónapban 660 forintért óránként képzést? Miért ilyen olcsó az ár, hogy tömegekhez lehessen eljuttatni a tudást? Érted? Ezért. És ezek az összegeknek, ha megnézitek, mindjárt lapozok, ja nem itt van, majd egy kicsit átrendezem már ezt, ugye többször láttam, na itt van. Hát tudod, ha te ajánlasz embereknek azt, hogy jöjjenek ide tanulni, a piac legmagasabb jutalékén, senki nem fizet ennyi jutalékot a bolygón, csak úgy mondanám, a szervezettei tandiából a Hunor Trade ZRT visszajut a teljesítményettől függően 25%-tól már 77,6%-ig terjedő összeget. És ha a csoportodban, a láncban nem általad szervezett emberek fizetnek tandíjat, abból pedig visszajuttad számodra a teljesítményedtől függően 5%-tól 53%-ig terjedő összeget, amiről az imént beszéltem. Ez páratlan. Sehol, sehol, semmilyen üzletkötésért,
bármi hasonlóért nem kapsz ennyi összeget, ilyen százalékot, érted? Ezért ez egy olyan üzlet, ami a legkiválóbb. Egyébként csak úgy mondanám, hogy ja, itt visszatérve, hát 6-7 vagy 8 számjegyű passzív jövedelem, nem tudom, jól jönne esetleg neked, felhasználhatod ugye, vagy felvelheted, és akkor nem ez a lényeg most, hanem az a lényeg, hogy van 20 pont, hogy milyen egy jó üzlet. Itt van 20 pont, ebben benne van minden, ami eszünkbe jutott, hogy milyen lehet egy nagyon jó üzlet a világon, tehát ebben tényleg benne van, nem csak az én gondolkodásom, hanem egy csomó vezető ember gondolkodása benne van, és összeszedtünk 20 pontot, és ennek a 20 pontnak egyetlen egy üzlet felel meg. Ezt pedig úgy hívják, hogy PPH. És ez a PPA üzleted, a saját üzleted lehet. Na most gondold végig egy olyan világban, ahol a pénz el fog értéktelenedni szépen fokozatosan, tehát elértéktelenítődik, ezáltal neked el kell azt érni, hogy a jövedelmed az nagyobb mértékben, jóval nagyobb mértékben növekedjen, mint amilyen az infláció. Te tudod, miket tapasztalok? Azt, hogy kényelmesen lehet havi olyan növekedést produkálni, mint az infláció éves szinten. És ezt most nem az én jutalékomról mondom, hanem a többiekről. Érted? Tehát ha valaki dolgozik, teszi a dolgát, havi szinten tudsz kényelmesen annyi jutaléknövekedést létrehozni, mint amennyi az éves infláció. Tehát ami azt jelenti, hogy mondjuk az éves inflációhoz képest akár 12-szer nagyobb jutaléknövekedést tudsz létrehozni egy év alatt. Hát ha teszed a dolgot, hát ha nem, akkor nem, persze, hát akkor megteheted azt is, hogy csak itt tanulsz és nem használod ki az üzleti lehetőséget, de hát ez a személyes, szociális problémád. Oké? Okay? Jó, körülbelül ennyi fért bele a mai bemutató részben, tartunk utána egy 30 perc szünetet, a második részben belenézhetsz a képzésbe, illetve azok, akik tanulnak, természetesen igénybe veszik a képzés következő részét, egészen 9:45-ig lesz a következő rész, a fél órás szünet után természetesen. És hát ha te is tanuló leszel, ugye akkor az imént említett feltételekkel részt vehet személyesen is természetesen a többi képzésen. Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok!